Egy újság címlapjai kifüggesztve az oszlopokra a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara épületében. A gazdasági érdekképviselet rendszeresen megjelenő kiadványának borítóját már évtizedek óta Hajnóci Őrs tervezi, készíti. 30 éve kezdődött, akkor még Bognár József kollégámmal együtt, és ő 8 év elhunyt, és azóta én magam csinálom ezt az újságot. Persze sok kollégával együtt, de hát maga az újság az a mi kezünkben születik, az én kezemben születik, és a címlapok is, ami gyakorlatilag a címlapsztorinak a kiemelt plakátja, ha úgy tetszik, és ez az érdekesebb, hogy úgy kell megfogalmazni egy címlapot, hogy üssön, tehát rövid, mondanivaló legyen, színben, betűben úgy kell megtervezni, hogy ha kézbe veszi valaki, akkor informatív legyen és tetszetős. Hajnóci Őrs azt mondja, bár nem közgazdász, de azért, hogy jó legyen a kiadvány és a címlap, ismernie kell a gazdasági fogalmakat, folyamatokat a térségben. Ahhoz, hogy az ember képbe legyen a tervezésnél, a címlapalkotásnál, vagy maga az egész újság belsején, el kell olvasnom az egész újságot a tördelésnél, a szerkesztésnél. Tehát így mondhatnám azt, hogy ilyen kontár szakmabeli vagyok, de ez pont elég arra, hogy az ember áttekintse ennek az egész Baranyának a gazdaságát. Rengeteg ismerős van már ezen keresztül, akik szintén ugye a kezeim között születnek a riportok, és hát így rengeteg ismerős kapcsolat alakul ki. A címlapokból készített kiállítást nemrég nyitották meg hivatalosan. A Design Pécs keretében nagyon sok programot találunk ki és szerveznek a kollégáim, és az egyik ilyen ötletünk az az volt, hogy a 30 éve a gazdaság közéleti magazinját, a Dél-Dunántúli Gazdaságot, és annak is a rendkívül színes címlapjaiból csináljunk egy kiállítást. Az apropója kettős. Az egyik, hogy ezek a címlapok a gazdaságról olyan pillanatképet adnak, a design nyelvével, ugye ezek elképesztő grafikai tervezéssel nagyon, nagyon ötletes címlapok. A másik apropója pedig az volt, hogy Bognár József és Hajnóci Őrs, ma már csak Őrs van velünk, készíti 30 éve ezeket a címlapokat, és most meghívtuk Bognár Józsi feleségét is, az özvegyet, a Klárit, hogy a Bognár Józsi emléke előtt is adózzunk, aki az elmúlt 30 évből 22-t a címlapoknak áldozott. A helyi kamara főtitkára szerint ezek a címlapok olyan ötletes, kreatív pillanatképek a helyi gazdaságról, amikre elég ránézni, hogy tudjuk, miről is szól a címlaphoz kapcsolódó írás. A kiállítás az Iparkamara székházában, a pécsi Majorosi utcai épületben látható.